you lonely, but am I the only one you want? There's always a story, you're trying to control me. Yeah, you know. Yeah, you know. Yeah. When it rains in the city, takes me back to the beginning. So sweet, I remember how we did it. Let's talk for a minute. How you gonna do it like that? Nobody's perfect, but no one deserves this, baby. How you gonna do me like that? I see you hurting, but no one deserves this. You know that all I have is good intentions, intentions. All I have is good intentions. Todd Peter, Benjamin és Johnny K. Palmer a vendégünk, sziasztok! Hello, sziasztok! Négy napos Hello. Lesz a Dex. Kicsit meséljetek, tematikailag hogyan fog felépülni most ez a rendezvény? Az első nap a zeneszerzési, a második nap szól a szövegírásról, a harmadik napra tettük a hangszereléssel, a produceri munkával kapcsolatos témákat, és a negyedik napon zeneiparról és kollaborációról lesz szó, tehát így a négy nagy témára választottuk ezt a rendezvényt idén. És ezen belül milyen előadásokkal készültök? Hát több mint 20 előadás van, és tényleg mindegyikről érdemes lenne külön-külön beszélni. Ami nekünk nagyon fontos, az az, hogy egy nemzetközi kitekintést is adjunk. Jön egy belga producer, Pascal Orts, illetve Romániából jönnek vendégeink, az a Global Records, amelyik az utóbbi 10-15 év legnagyobb kelet-európai sikereit elérte. Ugye nagyon sok román könnyűzenei formáció lett sikeres, nem csak itt a régióban, hanem az egész világon. Johnny, neked is lesz majd saját előadásod, gondolom már erre öltöztél, erre készülsz lélekben. Miről lesz szó majd a te előadásodban? Na, hát az én előadásomban a topline, ami ugye a dallam és a szövegírás kombinációja, ami nagyon gyakori az EDM zenében, az elektronikus műfajokban, hogy egy DJ küld egy zenei alapot, és akkor kéri, hogy írjál dallamot és szöveget, és ezt kombináltan hívják topline-nak. És kialakult ugye ennek egy ilyen saját kultúrája, hogy topline író, mert van, aki kifejezetten csak szöveggel foglalkozik, van, aki zeneszerző vagy dallamokat ír, és van, aki azt mondja, hogy én topline író vagyok, illetve ugye sokszor topline írók ugye előadók is, vagy énekesek is, és hát ezt a műfajt fogom jobban bemutatni, illetve lesz lehetőség arra, hogy az emberek kipróbálják saját magukat, és ott feedbacket is fogok adni, ilyen kis mini feladatokat fogok adni, hogy akkor csináljuk ezt, próbáljuk ezt, lejátszok egy zenét, mute eszetekbe, mindenki ír valamit, és akkor elénekli, vagy aki bátor, az megmutatja, hogy mit, és akkor így adok élő feedbacket erre. És szerinted, vagy szerintetek miért hasznos a Dex? Jó. Szerintem a legizgalmasabb rész a Dex-ben ugye az, hogy zene import-export történik, hogy külföldi előadókat hozunk ide, és hogy külföldi előadók megismerik, hogy mi itt mit csinálunk. Vitathatatlan, hogy külföldön mindig egy kicsit előrébb tartanak, viszont azt is sokszor tapasztaljuk, külföldiektől halljuk azt a feedbacket, hogy Magyarországon vannak nagyon kimagasló tehetségek, akik nagyon is megütik azt a külföldi mércét. És valahogy ezt a két világot így közelebb hozni egymáshoz, szerintem nagyon-nagyon sok kezdő producernek, szerzőnek, vagy akár menedzsernek, publishernek, akik zenével foglalkoznak, ezek nagyon inspiráló események, meg lehetőségek egyszerűen külföldiekkel érintkezni, akik lehet, hogy magasabb színvonalon csinálják azt, mint az adott kezdő szerző vagy kreatív ember. Emeljünk még ki néhány előadót, Johnnyhoz hasonló előadót, akikről érdemes szót ejteni. Hát ott lesz Rácz Gergő, most első alkalommal. Pajabea fog például olyan mesterkurzust tartani, ami egy szűk körű, de ugyanígy lesz Hegyi Gyurinak is egy kifejezetten dalszövegírásra fókuszáló előadása. És az iparági oldalon is próbáltunk olyan együttműködőket hozni, ott lesz a zeneipari hivatal, a majdnem híres Roksuli, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatal. Neked is lesz előadásod. Én is fogok előadást tartani, igen, én ugye szerzőjoggal foglalkozom alapvetően, úgyhogy próbálok a dalszövegíróknak kimondottan a dalszövegírással kapcsolatos szerzőjogi előadást tartani majd. És ez inkább
inkább a kezdőknek szól szerinted, vagy a rutinosabbaknak? Hát azt gondolom, hogy ez valahol a kettő között van, tehát aki nagyon kezdő, az is sokat tanulhat egyébként a Dexen, vagy egy kicsit bele pillanthat és inspirációt kaphat, de alapvetően ez azoknak szól, akik már elindultak az úton, és azon a határon vannak, hogy befussanak, betörjenek. Fontos tudni azt is, hogy online is lehet csatlakozni az eseményhez. Ezt hogyan kell elképzelni, kiket vártok akár online? Hát szerintem leginkább ezt úgy kell elképzelni, hogy a legjobb, hogyha személyesen eljön a helyszínre, mert egyébként az a kapcsolatépítés, ami ott van, az azért nem pótolható. És hát így azért ez lehetőséget biztosít nekünk, hogy a régióból messzebbről is becsatlakozzanak akár online. Tehát itt nem csak magyar résztvevők lesznek, hanem valóban a közép-európai régióból sokan tudnak részt venni. Ez már az ötödik Dex. Miben változott az évek alatt a rendezvény? Hát azt hiszem egyre ügyesebbek vagyunk, remélem, hogy egyre jobban megtaláljuk azt, hogy mi az, ami érdekli a dalszerzőket, de igazából azt látom, hogy azért a dalszerzés az olyan, mint a varázslat. Kívülről ez úgy is néz ki, mint a varázslat, és akkor hát lehet azt mondani, hogy a Dex az a dalszerzésnek a rock sportja, mert hogy azt is meg lehet valahol tanulni, kellenek a fortéjok, kell az a szakmai tudás is mögé. Mi az, amire leginkább még szerinted, Johnny, oda kell figyelni, amiben nekünk magyaroknak fejlődni kell, ami miatt ugye a Dex jó lehet? Szerintem a dalszerzés az egy olyan dolog, amiben mindig lehet újat tanulni. Én most már lassan 15 éve dalszerzőként aktív vagyok, és dolgozom ebben a szakmában, de mindig tanulok én is egy kicsit egy másik perspektívát, és a perspektíva itt szerintem a kulcs szó, hogy igazából mindenki ugyanazt csinálja, csak mindenki egy kicsit máshogy, és hogyha meg tudunk tanulni egy más szemszögből ugyanazt a dolgot megfogni, akkor ez friss és izgalmas. Akkor fontos akkor kiemelni még egyszer, hogy május 23. és 26. között várjátok a pallérozódni vágyó fiatal vagy bármilyen korosztályból való zenészeket a Dexen. Köszönjük szépen a beszélgetést! Köszi szépen! Köszönjük!